Sziasztok, srácok! A mai játékunk a Father and Son névre hallgat, tehát apa és fia. Elindítottam a játékot, és rögtön az első pár másodpercben úgy döntöttem, hogy hát ebbe csak így videóban érdemes belekezdeni, mert hát úgy voltam vele, hogy már az első pillanatok is fontosak a játékban, tehát kihagyhatatlan, nevezzük így, és ezért rögtön ki is léptem, és úgy voltam vele, hogy akkor izzítsuk be itt a setupot, és nézzük meg közösen, hogy miről szól a Father and Son. Én rögtön itt egy new game-et el is indítok, angol nyelven természetesen, és akkor láthatjátok, hogy mire gondoltam. Tehát története van ennek a... Elég komoly története van, úgy láttam, és nagyon szép a játék, és ezért döntöttem így, hogy ezt együtt mindenféleképpen. Tehát látjátok, ez az első dolog, amit így lát az ember, mikor elindítja a játékot. Grafikailag meggyőző, mondjuk úgy, hogy meggyőző. Na, nézzük, azt mondja, hogy van itt nekünk, a zenéről nem is beszélve, van itt nekünk egy left-right gombunk. Ha right-ot megnyomom, akkor jobbra megy, left-tel meg balra, tehát így tudjuk irányítani a kis csáveszt. Jó, hát akkor bemegyünk itt a házba. Ez nem tudom, egy vulkán volt itt hátul, vagy mi lehetett? Ó! Ez itt a mama, meg a papa és szerelem. Egy kis szívecske. Meg kell nyomnom a szívecskét? Ó, meg kell nyomnom a szívecskét. Egy csók. Oké. Okay. Ó. Oh. Ezek lennénk mi. És az egy szobor? Ja. És ez az óra? Ez mi? Rányomok. Ó. Oh. Hoppá. Rányomtam az órára, és átkerültünk valami egyiptomi témába. Ha még egyszer rányomok, akkor meg vissza. Aha. Ó, oh, oké. Okay. Itt csak ennyi dolgunk volt. Ez a későbbiekben fontos lehet, hogy itt tudunk a Father and Son. Tehát a későbbiekben tudunk így a időben ugrálni, ezek szerint elképzelhető. Na jó. Első nap. Ez Nápoly, ugye? Nápoly, igen. 2017. És igen, hát itt arról beszél, ez egy levél, gondolom, a apukától a fiának, hogy nem tudtak úgy igazán apa-fia kapcsolatot létrehozni, tehát egymás között. Bocs, hogy nem voltam teljesen vissza az él, igen. Igen, az fáj neki, mikor visszatekint, hogy ugye a sulis dolgokra, tehát hogy nem tudott. Igen, a szülinapok kimaradtak. Nem látta, hogy igazi férfivel. Nő, igen. Jó. Mindent ráhagy. Jó, igen. Archeológus. Ezek szerint az apuka. Archeológus? Az olyan, mint a régész, ilyen kutakodik? Azt nem tudom, ezt majd írjátok meg. Archeológus. Azt hiszem valami tudós, hát biztos, hogy tudós, persze, gratulálok, csak valami ilyen régészszerű dolog, igen. Nápoly. Nápoly mellett van Pompej, nem? Ugye a közelben, Vezúv meg ilyenek, ugye? Igen, én úgy tudom. Jó, igen. Remélem, hogy jól gondol, tehát hogy jó emlékei vannak, bla bla bla. Federico-nak hívták a papát. Bocsánat, ezt a izét nem akartam felhozni. Ja, ez 7x7. Jó, X. Oké. Okay. Tehát tudjuk, hogy a fater az kicsit így, hát a munkája miatt szerintem régészkedik. Maradjunk ennyiben, gondolom. Tehát így elhanyagolta a fiút. Na és akkor azt látjuk, hogy left-right. Ha megnyomod a right-ot, megnyomom, akkor elmegyünk jobbra. Aha, és akkor vissza tudok ülni, ha rányomok a székre. Aha, jó. Na nézzük. Kávé. Kérünk kávét.
Tudunk kávét inni? Thank you. Az mindig jól jön. Ez a reggeli kávé, ez mindig jól jön. Oké. És ha iszok még egyet? Nem fogok túl pörögni? A friss kávé illata és hangja. Jó, ittunk kávét. Jó, menjünk tovább. Itt a szobor. Ó. Oké. De fura, hogy az X középen van. Herkules. Ezek ilyen nagyon régi, ilyen hát ugye mivel archeológus, ezért ilyen nagyon régi izék dolgokról szóló, tehát ilyen hogy nagyon gyorsan akartam mondani, ilyen régészeti leletek, tárgyak, meg emlékek. Igen, azoknak a története. Hol le tudok ülni? Ezt a fényképet megnéztük? Jó, állj föl! Ezt megnéztük, ezt a fényképet? Ez volt az előző, igen. Ki akarok menni az erkélyre? Hello, mi ez a beállás? És de nem látok semmit. Jó, beálltam. Oké. Hát ez így fontos. Ó. Szevasz. Figyeljetek, szevasztok emberek. Olasz Gucci. Dolce & Gabbana. Höhö. Jó. Hát oké. El van a srác. Jó, oké. Egyéb. Itt van egy szoba meg a gondolom a kijárat. Ó. A budit bezzeg, azt nem lehet használni, pedig a kávé után, hiába nyomom, nem, azt nem. Na jó, menjünk be akkor ebbe a szobába. Jó, hogyha rányomok a gombra, a kis logóra, akkor rögtön bemegy, tehát nem kell oda caklatnom. Jó. Nem nagyon értem, hogy ez a leülés, ez mire jó, de jó, kipróbáltuk. Ruhásszekrény, itt meg lehet nézni mindenféle dolgokat. Aha, fotó, igen. Apuról is rólunk egy fotó. Ó, oh, hello. Ez mi? Na, ez az, amit nem tudok. Nem tudok olaszul, de valami. Valami múzeumos valami. Na, nézzük azt a rucis szekrényt. Mi? Aha. Jó. Tehát el kell látogatnunk, de to unlock. Tehát el kell látogatnunk a múzeumban, hogy ezt kinyissuk a saját ruhásszekrényünket? Nem nagyon értem. Na mindegy. Akkor menjünk. Wow. Wow. Te fasza. Mekkora király ez az utca. Utcakép. Ja, és erre, nézzétek. Tudunk sétálni. Na jó, akkor beszéljünk ott azzal a ez a buborékos valami, ez nem tudom ki, ez zöldséges. Mr. Michael, how are you? Hogy vagy? Köszönjük. Good afternoon. Jó napot. Nagyon jól is ön. Kávét azt már ittunk, köszönjük. No, thank you, we're going to... Aha, elmondjuk neki, hogy megyünk a múzeumba. Megnézed a faternak a izéjét? Milyen hülye válasz, hogy miért akarnám. Na. Jó. Na, az tetszeni fog neki. Szeretném azt hinni, hogy igen. Hát igen. Igen. Hát fogalmam sincs, hogy hogy lehet odajutni. Ó, csak balra kell izélni. Köszi a segítséget. Csak balra. Jó. Na. És akkor elindulok jobbra, figyel. És most aki zöldséges néni, hülyének fog nézni. Balrát mondtam. Ja, mondjuk ahogy ő ült, úgy az balra. Á, megyek. Itt futni nem lehet? Pardon. Nem. Hogy fussak már. Nem lehet futni. Hát akkor srácok, városnézés. Tadam, azért vágjátok, hogy ilyen
robotvilágban vagyunk, tehát egyedül nekem van normál fizimiskám, a többiek azok mind ilyen, nem is tudom, ilyen ufók. Ami nem baj, tehát szó se róla, legalább könnyen meg tudom magamat különböztetni a többiektől, de furcsa. Furcsa. Na, itt elsétálunk. Nem tudom, hogy ha járt valaki közületek Olaszországban, akkor a feelinget így érezheti, mert tényleg Olaszország ilyen különben, tehát én nagyon sokszor voltam Olaszországban is, évente egyszer minimum kijutok, de tényleg ez az árkádsor, itt a templom, tehát az olasz hangulatot az egy az egybe kiadja a dolog. Meg ez a sok kis moped. Na, beszéljünk ezzel a bácsival. Ah, good morning, how are you today, sir? Na, ezt neki is mondjuk, hogy köszi, nagyon jól, és ön? Ő is nagyon jól van. Ja. Mondjuk, tehát itt leállok egy idegennel, és így elmondom neki, hogy én a archeológiai múzeumban tartok. De miért? Mi köze ennek az idegennek, hogy én a faternak a melójához? Nem, nem mondom el. Csak úgy megnézem. Jó. Oké. Okay. Ah, én is ebben reménykedem, hogy király lesz. Jó, oh, adott egy kávét. Köszi. Ez már a harmadik, így most reggel. Most már tényleg föl vagyunk turbózva, kávéügyileg. Ez az. Ez a sok behajtani tilos tábla? Remélem, ez nem nekünk szól, hogy ne erre menjünk. Elvileg gyalogosoknak nem létezik, csak a kocsiknak. Minden esetre elég sok van belőle. De valószínűleg a Manus csak mondta volna, hogyha rossz fele megyünk. Na mindegy. Tadán, tadán, séta. Ó, egy kis parkos rész. What's this szobor? Meg lehet nézni a szobrot, hogy mi ez a szobor. Vagy ez mi? Ja, írkálok. What? Rajzolok! Nézzétek, srácok! Azért milyen gyorsan felskicceltem ezt a dolgot. Nagyon jó, nagyon jó. Sketch. Ó! Sketcheket is gyűjthetünk. Ötből egy megvan. Nagyszerű. Na, menjünk tovább. Feltűnnek a kis pici kocsik. Töröm, töröm. Séta, séta. Itt be lehet fordulni. Forduljunk be akkor. Hello! Félek, hogy el fogok egyszer tévedni. Mindegy, megjegyeztük. Remélem, még emlékszem majd. Majd emlékezni fogok, remélem, hogy hol laktam. Vagy ilyesmi. Hát, ha szükség van rá. Ó, ez valami ordinári nagy épület. Nápolyban még nem voltam. Vajon ez valós? Valós cucc? Minden esetre szerintem ez a múzeumunk. Beszéljünk ezzel a csajjal. Hello, neked olyan normális fejed van, nem úgy, mint a többieknek. Ticket, please. Oh, excuse me, nem ismertem föl. Mármint, hogy nem ismert föl, és akkor azt mondjuk neki, hogy bocsi, de összekevertél valakivel, vagy pedig, hogy nem hiszem, hogy mi? Nem jártam még erre. Ó, igen. Aha, Fater a múzeumban dolgozik. Igen, igen. Ja, hát ezek szerint igen, meghalt is itt. Na, ismerte. Azt mondja, hogy hát bocsi, tehát sajnálja, hogy elhunyt, és akkor erre válaszolunk egy ilyet, hogy nem hiszem, hogy úgy nézek ki, mint a vater. Hát, na jó. Nem vagyunk túl kedvesek. Hát nem nagyon ismertem, igen. Aha. Köszi. Hát kaptunk ingyen jegyeket.
Ugye? Jó vagy? Furák ezek a párbeszédek, komolyan. Kicsit furák. Most erre mit mondjak? Megkérdezi, jól vagyunk, és akkor azt mondom, hogy izé, hogy hát, hogy igen, ő eltávozott, vagy pedig ő halott. Ember. Hát. Jó, köszi a jegyet. Mehetünk tovább, vagy van valami még esetleg? Ez egy érdekes párbeszéd volt, valljuk be. Ott egy kerekesszékes fiatalember, és hallgatunk egy nőt, gondolom ez valami idegenvezető, illetve ott fotóznak, meg videóznak, azt látom, meg zongoráznak is. És figyeljetek, most így, ups! Ó, bocsi, nem akartam ilyen kivívó le, ups! Hello, bocsi, de nem izgat, amit mond. Figyelj, bocsi, ide jövök így az arcod elé, jobban hallak, jó? Ó, oh, hello. Bocsi, besétáltam így az intim szférádba, nem baj? Nem probléma? Helye mögéd jövök így. Most fotózzanak emberek. Jöhet a vakuzás. Hello. Hát ez egy érdekes szituáció, na mindegy. Na akkor menjünk, hallgat. Mi van? Azt hittem nem tudok tovább menni valamiért. Figyeljétek. Jobb vagyok, mint Michael Jackson. Na jó. Bocs. Ennek így mi értelme? És akkor itt most mi van? Mert itt álltam a tömegbe, és akkor... Ja, így elindulhatok. Jó. Oké. Lehet arra menni, meg lehet erre menni. Itt lehet beszélgetni egy padon vadidegennel. Mondjuk el neki is, hogy meghalt az apánk. Segíthetek valamiben? Keresem az egyiptom kiállítást. Merre találom? Aha. Ó, ez egy nagyon szép múzeum. Igen, köszönöm a kedvességed. Nagyon szép múzeum. Na, válaszolj már valamit. Köszi a beszélgetést. Na, hát akkor menjünk föl. Ó, ez az ária. Lehet, hogy ez a csaj énekli ezt a dolgot. Mindegy, remélem bent már nem fogjuk hallani egy kicsit. Ez most nincsen. Ó, hála az égnek, köszönöm. Nem volt türelmem ez. Ó! Aha, nézzétek, Pompei, jól mondtam. Van Pompei Collection, Sandiarum, Mozaik Kollekció, és az egyiptomi kollekció. Mi az egyiptomit fogjuk megnézni most? Csak mert. Na, menjünk el. Tiszta Louvre feeling. Igaz, hogy az Franciaország és Párizs, de nem baj. Collezione Egizia. Az az Egyiptom, az Egizia? Nem hiszem, bár lehet. Ha igen, bocsánat. Na, menjél. Öcsém. Elmentem azért, hogy ott falba ütközzek. Jó, hát nem tudok olaszul, na. Na, irány a Collezione Egizia. Jó, hogy beállítottuk, hogy magyar a játék, nem? Ó, nézzétek, itt ez a szobor, ami nagyon ismerős. Ilyen volt nálunk is otthon. Ez az. Nézd meg, jó. Ez mi? Ez mi? Visszatértünk Egyiptomba. Hát, srácok. Welcome to Egypt. És innen fogjuk folytatni, srácok. Addig is legyetek jók. Sziasztok!